A Nemzeti Tehetségprogram keretében Kincsek a múltból című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kútenúti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása című NTP-OTKP-20-0091 pályázati azonosítószámon szereplő Kincsek a múltból elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptember 1 és 2021. június 30-a között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kútenúti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás összege 500 ezer forint. A pályázati programban az óvoda gyermekkarkötő térbeli vizuális tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Vadainé Boros Beáta tehetséggondozó óvoda pedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a tehetségigéretes gyermekek nemzeti identitásának erősítése, a kulturális értékekkel való megismerkedés lehetősége, a gyermekeken keresztül a családok figyelemfelkeltése a nemzeti értékek iránt, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek élménygazdagítása és a fenntarthatóság fontosságát szem előtt tartva új technikák, új anyagok, új népi kismesterségek felfedezésével a gyerekek sokoldalú komplex fejlesztése valósult meg. Az elkészült alkotások bemutatásának lehetősége az óvodánk által rendezett kiállításon valósult meg, újrahasznosított anyagok felhasználásával, szülők bevonásával. Pozitív élmények a projekt során erősítik a szülő-gyermek kapcsolatot. Élményszerző és lazító programokon vettünk részt. Ezeken a gyermekek olyan ismeretekhez jutottak, mely identitásuk kialakítását segítette. Tyukodi László népi fafaragó mesterrel és gyöngyfűző feleségével találkozhattak a gyerekek. Minden felajánlott tevékenységet maguk is kipróbálhattak. A Györfi István Nagykun Múzeumban régmúltunk emlékeit nézték meg a gyerekek, mely a Kunok öröksége címmel, Népélet a Nagy Kunságban alcímmel állandó kiállításként látogatható. Az élményszerző és gazdagító programokon a gyermekek sokoldalú, komplex tapasztalatot, sok új élményt, ismeretet szereztek.